A Baranya Mazsoret Sportegyesület műsorával vette kezdetét az idei Gőzgombóc Fesztivál Gerezslakon. Immár 15. alkalommal rendezik meg a kulturális műsorelemekkel tűzdelt gasztroprogramot. A hagyományokhoz híven most is meghirdették a főzőversenyt, amelyre ezúttal rekordszámú 36 csapat nevezett. A megnyitó ünnepségen Dukai Miklós önkormányzati államtitkár úgy fogalmazott, fontos, hogy fennmaradjanak az ilyen programok, hiszen ezek mind a közösséget erősítik. Ugye, ahogy a megnyitóban is elhangzott, ez már a 15. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál, és én úgy vélem, hogy egy helyi közösségnek ezek a típusú fesztiválok, legyen az gasztró, sport vagy egyéb kulturális fesztivál, ez egy közösségformáló, közösség megtartó ereje van ezeknek a fesztiváloknak. A kicsiket, nagyokat az ország közelebbi, távolabbi pontjáról vonzza az embereket. És szerintem ezek olyan hagyományok, amit érdemes továbbvinni. Ez megmutatkozott a fesztiválon, hiszen minden résztvevő számára biztosították a jó hangulatot. A gőzgombóc egyébként egy több száz éves hagyományos tésztaétel a németség körében. Ez mára már feledésbe merült volna, ha a gerezslakiak nem tartották volna életben a tradíciót, emelte ki Hargitai János. Az egyik legrangosabb kis települési fesztivál, annyian vannak itt, hogy már sátrat kell bővíteni. És ugye ilyenkor a gyerekkorom jön elő, mert édesanyám is főzte még ezeket a gőzgombócokat. Nem voltam egyébként nagy rajongója az egésznek, ez már az emberbe elfelejtő. Volna ez a nagyon régen, hosszú ideje készített étel. A gerezslakiak tartották életbe az egészet azzal, hogy a saját falunapjukat, legrangosabb rendezvényüket gyakorlatilag a gőzgombóc köré szervezték. Ma az ország több pontjáról, Erdélyből is vannak itt, akik ételekkel vannak itt. Ugye mindig elmondom, ilyenkor 300 évvel a németek betelepülése után, a török világ után vagyunk, hogy a németek hoztak magukkal egy sajátos kultúrát. Általában a munkakultúráról szoktam beszélni, annak fontosságáról, de ehhez más is hozzátartozott nyelv, kulturális szokások és étkezési tradíciók. A gőzgombolc ennek volt része. Szüleink ezt még művelték, gyakorolták, főzték, mi ettük a gőzgombolcot. Utána elmentünk Ausztriába, és ott rácsodálkoztunk ennek az édesített formájába. A zebegényiek készítik egyébként így nagyszerűen. És mondom, Habjanec polgármester úr gondolatai alapján, hát ez a fesztivál már 15. éve ide csalogatja a térséget, az ország több pontjáról a kíváncsiskodókat. Sázsdról, hogy megemlítsek még egy történet, ez annyira aranyos. Sázsdról ide jönnek hölgyek, hogy megtanulják ennek a készítési módját. Itt találkoztam velük Sázsdon. Tehát mondom, tömegeket hoz ide, minden rendezvény sikeres, ami egy kicsit a gasztronómiára épül, de a gerezsdiek valami nagyon egyedit tudtak csinálni, és ennek 15 évvel látható eredménye van. És azt gondolom, hogy meg is találjuk a módját annak, hogy folytassuk ezeket a rendezvényeket. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt fontos program ez. Az óvodásoktól a felnőttekig mindenki bemutatkozhatott a fesztiválon. A program középpontjában álló gőzgombóc lehet édes, lehet sós, süthetik, főzhetik, számos különleges változata is van már. Ez az étel pedig nem csak a svábság számára érték már, mondta elköszöntőjében a Baranya megyei önkormányzat elnöke. Komoly hagyománya van a gerezslaki gőzgombóc fesztiválnak. Nem csak Gerezslak környékiek, hanem Baranya megye számos pontjáról érkeznek ide látogatók. Egy turisztikai vonzerővé vált a gerezslaki esemény, és azt mondhatjuk, hogy egy megye, egy nagyobb közösség akkor tud erős lenni, ha erősek a kisközösségei. Baranya megye szerencsénk van, hogy erős kisközösségekből épül fel, és az ilyen erős kisközösségeknek a sajátja az, hogy ilyen programokat is tudnak szervezni, mint a gerezslakiak, ahol megmutatják azt a több évszázados hagyományt, mint a gőzgombóc készítés hagyománya, és nem csak megmutatják, hanem meg is őrzik az utókor számára. Nem véletlen, hogy a Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál is a megye
megyei önkormányzat korábbi döntése értelmében a megyei értéktárba is felvételre került, hiszen azt gondoljuk, hogy az a gasztronómiai érték, a gőzgombóc készítés hagyománya, amelyet a gereslakiak őriznek és tudnak, az egy olyan érték, amely messze túlmutat a mikrotérségen, ez mindannyiunkat, egész Baranyát jellemzi, ezért is került bele a Kincses Baranya könyv új kiadásába. A fesztiválra látogatók minden csapatnál kóstolót is kaptak, miközben zenés, táncos előadások szórakoztatták a közel 7000 vendéget Gereslakon.